A közelben van egy kisbolt, amellett egy kereszteződés, de nem ott kell lekanyarodni, hanem egy utcával később, aztán arra merőleges lesz az az utca, amelynek a közepén van a házunk. Ez nem egy vicc, hanem egy bármelyik nap előforduló útbaigazítás. Bizonyára önök is kaptak már ehhez hasonló koordinátákat, akár csak a mentősök, tűzoltók, rendőrök vagy épp ételfutárok. Ezen az ingatlanon hiába keresünk házszámot, de már nem sokáig. Az utcanév és házszám nélküli ingatlanok tulajdonosai Nyíregyházán a hónap eleje óta számíthatnak Mikulás csomagokra, amelyek egy felszólítást tartalmaznak. Október elején indul az országos népszámlálás, és a népszámláló biztosok is fogják járni az utcákat, és keresik a ingatlan tulajdonosait és az állampolgárokat. És azért az se jó, hogyha egy utcában 3-4-5-6 esetleg azonos házszámtábla van feltüntetett, vagy éppen nincs házszámtábla. És emiatt gondoltuk azt, hogy igenis most meg kell, hogy csináljuk. Ugye arról nem is beszélve, hogy a városunknak van egy rendelete, amelyben ugye mindenki köteles a házszámtábláját kitenni közterületről jól látható módon. Így néz ki a közterület felügyelettől kapott figyelmeztetés, amelynek kézbesítése után a tulajdonosok kötelesek feltüntetni a házszámot. Bodrogi László felhívta a figyelmet, hogy azok, akik nem biztosak a pontos házszámban, az önkormányzatnál tudnak érdeklődni. A figyelmeztetés önmagában nem jár pénzbírsággal, sőt a lakosok saját maguk dönthetik el, milyen minőségben tüntetik fel az utca nevét, illetve a házszámot. Szeretnénk, hogyha mint a végigjártuk a várost, ennek hatására jelentős javulást érnénk el a városban, tehát semmiféle büntetés célra most nem indultunk el. Mindenki felhívjuk a figyelmet arról, hogy legyen, és ezt pótolja. Azt, hogy ezt hogyan teszi meg, tehát most azt a házfalára teszi ki a táblát, a kapura teszi ki, a bejárata teszi ki, ez most éppen egy elkészített, komplett fémből készült házszámot jelent, vagy megvásárolható különböző anyagokból készült házszámos, vagy éppen fölragasztja, vagy éppen fölírja magának valamilyen jól látható anyaggal a kerítésre, vagy bárhova, megfelel, csak legyen megfelelő módon kitett házszámtábla. Bodrogi László hozzátette, a házszám ellenőrzés mellett a közteres kollégák nyitott szemmel járják a várost. Így érdemes rendbe tenni azokat a portákat, ahol jogtalan közterület használat esete áll fenn, vagy hulladékká vált gépjármű, esetleg parlagfű található.